Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Hogyan tekint feléd, hogyan áll hozzád, mi fog történni, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Miben ez a szerelmes pár ebben a parkban van, úgy hívom ezt a jóslást, a szerelem kertje, ami természetesen megrendelhető, a díjam 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, ez egy általános kivetés. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, és ez a hajó utal a te érzelmeidre. Jelenti a reményt, hogy megvan arra remény, hogy közeledjetek egymáshoz, legyen egy jó fordulat, amit a hajó még jelent, egy utazás, külföldi kapcsolatok, egy látogatás vagy egy meghívás. Persze ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat kettőtök között, egy kármikus kapcsolat. És hogyan érzi ő magát, az ő érzelmeiben benne vagy te? Hiszen ez a hölgy téged szimbolizál. Te fontos vagy számára. És mi az ő gondolata, amit tervez, az itt felül látható. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, hiszen úgy gondolja és úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni. A horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy a párkapcsolaton kívül vannak még ilyen munkahelyi tervek, vagy azon is elgondolkozik, hogy milyen változások lesznek a munkát, a hivatást illetően. És most bepillantunk a te gondolataidba. Itt látható a park, és jelenti a nyilvánosságot. Te szeretnél összefutni vele a nyilvánosságon, vagy szeretnéd azt, ha ő felvállalna téged a nyilvánosságon. Amit ez a park, ez a nyilvánosság még jelent, ezek az elismerések, hiszen szeretnéd azt, ha mások észrevennének téged, és megkapnád a megbecsülést. Ki vagy mi hat rád, a külső hatások, itt látható ez a lovas férfi, ez utalhat egy másik férfire is, aki közeledik hozzád, de ez a kártya jelent mást is, mégpedig a mozgást. Ez lehet sport, ezen a területen találkozások, vagy vannak ismerősök, ez lehet egy autó eladása, autó vétele is. Minden esetre lesz külső hatás, lesz mozgás. Ki vagy mi hat rá kívülről, ez itt látható, és itt ez a korpács azt jelenti, hogy valami fáj neki, valaki megbántotta őt, vagy vannak jelenleg viták és veszekedések. Mit fog tenni? Itt látható ez a könyv jelenteti a tudását, egy könyv megjelenését, vagy továbbtanulást, továbbképzést, de a könyv jelenti a zárkózottságot is. Lesz találkozás, lesz közeledés, hiszen látható, hogy fontos vagy számára, de előfordulhat az, hogy nem beszél ezekről a vitákról, és veszekedésekről, nem mondja el azt, hogy ki bántotta meg őt, hiszen itt látható, hogy mennyire zárkózott. És mit fogsz te tenni? Itt ő jelenik meg, tehát keresd vele a kapcsolatot. Lehet, hogyha találkoztok itt a nyilvánosságon, egy kávénál például, és akkor tudtok bizonyos dolgokról beszélni, és itt a találkozásnál majd nyitottabb lesz, lehet, hogy akkor elmondja azokat a gondokat, ami nyomasztja őt.
Ebben a parkban van egy szökőkút, itt látható ez a forrás, és mutat felfele egy új irányra, ez a jövő, mi várható rátok a jövőben, itt látható a szerelem, nem egyoldalú ez az érzés, hanem te is szereted őt, ő is szeret téged, tehát itt kialakul egy szép kapcsolat. És ez volt a szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!